gombás pitét fogunk készíteni. Én ehhez Namekó tőkegombát vásároltam. Mint ahogy a neve is, származása Japánból van. Egy nagyon közkedvelt és igen gyakran használt gombaféle. Közelebbről megnézzük, akkor ilyen apró kis gombák vannak az acskóban. Hála Istennek nem kell Japánba utazni azért, hogy az ottani erdőkből ezt összeszedjük. Mély hűtve lehet a szupermarketek, élelmiszerboltok polcairól megvásárolni. Ezt a gombát fel kell engedni felhasználás előtt. Látható a gombában ez a barnás lé. Ez a barnás lé, ez az apró kis gombáknak a bevonata, hogyha ebből a gombából tejszínes szószt készítenénk, akkor ez a lé sűrítené be a szószt, nem kell külön étkezési keményítőt vagy lisztet használni a sűrítéséhez, és igen közkedvelt alapanyag a japán mizóleves elkészítéséhez is. Ahhoz, hogy én ebben dolgozni tudjak, nekem ezt a lét le kell csepegtetnem a gombákról. Tante Fanni friss leveles tésztát használok, de nem kell bajlódni a gyúrásával, hajtogatásával, egész egyszerűen szét kell hajtani a sütőpapírban lévő tésztát, és ezzel így sütőpapírral együtt kibéreljük ezt a formát. Fogjuk, és itt a szélénél ezt levágjuk. De azért választottam ezt a nagy formát, mert több vendég érkezik hozzám, és finom ropogós salátákkal fogják majd elfogyasztani. Így ebből a kis maradék tésztával kifoltoztam ezt a lyukat. Bacon szalonnát fogok fölcsíkozni, és aztán beleteszem a serpenyőbe, hogy szépen megpiruljanak. Még melegszik a serpenyő és pirul a szalonna, addig összevágom a póréhagymát is. Szépen pirul a szalonna, engedett már egy picike kis zsírt, hozzáteszem a póréhagymát. Ezt csak egy nagyon-nagyon rövid ideig fogjuk párolni, hogy egy kicsit összeessen a póréhagyma. Teszünk rá egy kevéske kis őrölt szerecsendiót. Darálok rá borsot. És sót csak egy kicsit később teszek hozzá, hogy ne engedjen túl sok levet. Úgy még ez itt párolódik, addig én vágok egy kis friss fűszernövényt a töltelékbe. Bazsalikom. Metélőhagyma kerül bele. Metélőhagyma finom, krémes levesek megfiatalítója, megfrissítője. De nyugodtan tehetünk bele krémes gombaszószba is, de csak a legvégén. Vele már nem szabad főzni. Legjobban akkor érvényesül és legfinomabb ízeket tudja előcsalogatni az ételből, hogyha közvetlen tálalás előtt keverjük hozzá. Ennek a pitének a töltelék egy tejszínes tojáskrém lesz. Én is fogok beletenni metélőhagymát, hogy szép színe legyen és finom ízű legyen. Kellően összeesett a póréhagymám. Hozzá öntöm a lecsepegtetett Namekó gombát. Ezzel már csak összeforrósítom. Leveszem a tűzről, hagyom hűlni, addig elkészítem hozzá a tölteléket. A töltelékhez szétválasztok három tojást, csak a sárgáját fogom használni. Ez fogja besűríteni a tejszínt, amit majd ráöntök. Három, hozzáöntök körülbelül 3 decinyi tejszínt. Ízesítem, fűszerezem egy kevéske kis szerecsendióval, darálok rá borsot. Megsózom. És az egészet jó alaposan összezúzom. Hozzákeverem a gombához a friss fűszerleveleket.
megsózom. Összekeverem jó alaposan. Beletöltöm a finom gombás tölteléket. Erre ráöntöm a tejszínes tojássárgás szószt. Így. A leveles tészta széleit egy picit így ráhajtogatom. Aztán forró sütőbe teszem, körülbelül 160 fokon, 40-45 percig fog sülni. Elkészült a Nameco gombás pitink, finoman illatozik. Egy kicsit kihűl, akkor így a sütőpapír segítségével majd átemeljük egy tányérra, felszelteljük, mint egy tortát, és akár friss salátalevelekkel is el lehet fogyasztani.